héttel, imád hozzá csír fel, ó, atyánk kegyesen fogad. Bűnbánó szívvel koldolunk, könyörülj népeden, Urunk, érte halt halált szent fiad. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Írunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, az évközi 26. vasárnapban ezt a szentmisét erről a vasárnapról imádkozom, és élő Bálintért és az ő családjáért ajánlom föl, hiszen egy első áldozónk is lesz ezen a mai szentmisén, ami közösségünket gazdagítja, mindavval a munkával, amit eddig is tett, de nem a munka a lényeges, én az az érzésem, hanem az a testvérség, amiben együtt élünk, hiszen Jézus Krisztus testvéreket adott nekünk, és ő maga is emberré válásával testvérünk élet. Ezen a mai napon még megemlékezünk az elvándorlókról és menekültekről, őket is könyörgéseinkbe foglaljuk majd. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítjük téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked. Dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atya. A világ bűneit.
könyörgésünket, te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz végünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen felség, Jézus Krisztus. A Szent Lélekkel együtt az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árazd ránk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Olvasmány Mózes 4. könyvéből. Mózes az Úr parancsára kiválasztott 70 férfit, hogy a nép kormányzásában segítségére legyenek. Az Úr pedig alászállt a felhőben, szólt Mózeshez, elvett a rajta lévő lélekből, és a 70 vénnek adta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, profétai elragadtatásba estek. Ez azonban nem ismétlődött meg. Két ember viszont a táborban maradt, az egyiket Eldadnak, a másikat Medadnak hívták. Rájuk is alászállt a lélek, ők is a vének közé tartoztak, de nem mentek oda a sátorhoz. Ők a táborban estek elragadtatásba. Ekkor az egyik szolga elfutott és jelentést tett Mózesnek e szavakkal. Eldad és Medad profétai elragadtatásba estek a táborban. Akkor Józsué, Nun fia, aki kora ifjúságától kezdve Mózes szolgálatában állt, megszólalt és ezt mondta. Uram Mózes, tiltsd meg nekik! Mózes így válaszolt. Miért féltékenykedsz miattam? Bárcsak az egész népet profétává tenné az Úr, és kiárasztaná rájuk a lelkét. Ez az Isten igéje. Az Úr végzései igazak, megvidámítják a szívet. Az Úr végzései igazak, megvidámítják a szívet. Tökéletes az Úr törvénye, megújítja a lelket. Az Úr rendelésében bízhatunk, bölcsességet ad a kicsinyeknek. Az Úr végzései igazak, megvidámítják a szívet. Az Úr félelme tiszta, örökké megmarad. Az Úr ítéletei igazak, és mindegyaránt jogosok. Az Úr végzései igazak, megvidámítják a szívet. Szolgád Uram, tanul belőlük, bőjutalmat ad megtartásuk. Ám de kiveszi észre a tévedést, rejtett bűneimtől tisztíts meg engem. Az Úr végzései igazak, megvidámítják a szívet. A kevésségtől őrizd meg szolgádat, hogy ne uralkodjék rajtam. Tiszta leszek akkor egészen, a nagy bűnöktől megtisztulok. Az Úr végzései igazak, megvidámítják.
Szent Lecke, Szent Jakab apostol leveléből. Rajta gazdagok, jaj veszékelve sírjatok, a rátok törő nyomorúság miatt. Vagyonotok oda, ruhátokat megette a moly. Aranyatokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a rozsda tanul szolgál ellenetek. S megemészti testeteket, mint a tűz. Vagyonotokat szaporítottátok még az utolsó napokban is. Nos, a bér, amelyet a földeteket learató munkásoktól visszatartottatok, íme felkiált, és az aratók szava felhatolt a seregek urának fülébe. Bőségben éltek a földön, és tobzottok. Hízlaljátok szíveteket a leülés napjára. Az igazat elítéltétek, megöltétek, és ő nem tanúsított ellenállást. Ez az Isten igéje. Uram, a te szavad igazság, tégy szentté minket igazságod által. Alle, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben János apostol így szólt Jézushoz. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket. Jézus ezt válaszolta, ne tiltsátok meg neki. Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben, azért, mert Krisztusié vagytok, bizony mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le, jobb csonkán bemened az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod, az oldhatatlan tűzre. Ha lábad megbotránkoztat, vágd le, jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat oldhatatlan tűzére kerülnöd. A szemed megbotránkoztat, vájd ki, jobb félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tűzük ki nem alszik. Ezek az evangélium igéi. Az Isten Jézus Krisztus nekünk lehetőségeket, képességeket ad arra, hogy hozzá minél közelebb tudjunk kerülni, és hogy vele egyek tudjunk lenni. Erről nagyon szépen tanúságot tesz egyrészt a mai evangéliumi szakasz, illetve az oltári szentségnek a valósága is. Lehetőségeket kapunk Jézus Krisztustól, és ezek a lehetőségek akkor tudnak igazából, tehát akkor nyerik el az igazi mi voltukat, akkor tudnak azok lenni, amik, hogyha valóban ezt arra szánjuk, amire Isten adta nekünk őket. Tehát, hogy valóban Isten felé tudjunk menni velük. Szó szerint, akár például a lábunkkal. Tehát, hogy azért van lábunk, hogy ebben valamilyen módon Istenhez közelebb tudjunk kerülni. Itt a földön, akár fizikailag is, például az oltári szentséghez. Kezünk is azért van, hogy valamilyen módon Isten tudjuk szolgálni. Istent át tudjuk ölelni.
Istenhez közelebb tudjunk kerülni. Ezért van szemünk, hogy meglássuk Istent ott, ahol esetleg más észre sem veszi. Tehát, hogy akkor működik jól a szemünk, a kezünk és a lábunk, hogyha valóban az a cél is működik bennünk, munkál bennünk, amiért ezt kaptuk. Nevezetesen, hogy Isten felé el tudjunk jutni, vagy Istenhez el tudjunk jutni. Tehát akkor tudnak ezek a dolgok beteljesedni az életünkben, akkor vannak ezek az érzékszervek, szerveink, testi-lelki valóságunk, akkor működik igazán, hogyha ez a funkciója betöltést nyer. Tehát innen szabad vagy lehet értelmezni talán jól ezt a bizonyos evangéliumi szakaszt, nevezetesen, hogyha nem ebbe az irányba visz minket a kezünk, a lábunk, a szemünk, akkor bizony, ugye milyen jó tudni azt, hogy ugye a cél és az eszköz milyen viszonyban van egymással. Tehát, hogyha az eszköz nem tölti be a célját, akkor igazából jobb is lenne, hogyha az eszköz nem lenne. Természetesen ebből nem az következik, hogy vágjuk le a lábunkat, vagy vágjuk le a kezünket adott esetben. Nyilván ez egy képes beszéd, amit Jézus Krisztus elénk tár, de arról viszont valóban szól ez a szöveg részletéhez, szól Jézus Krisztus nekünk, hogy gondoljuk át, hogy mifelé is tartunk, mire is használjuk föl testi, lelki képességeinket, adottságainkat, mindazt, amit Jézustól kaptunk. Ennek a ismeretében talán egy következő érdekes apróság lehet. Én ebben sokszor belegondoltam, hogy ez mennyire jó is, hogyha ez benne van az életünkben, és ez milyen sok segítséget, lelki segítséget is tud adni nekünk. Az, itt két dologról van szó. Egyrészt Jézus nevének az imádkozásáról, illetve a mi dolgainkra való reflektálásról, tudatosításról. Tehát úgy kicsit úgy beleúszunk a napunkba, úgy átfoljuk a napunkat, ha szabad ezt így mondani, és észre se vesszük azokat a pontokat, amelyeken esetleg tudatosan ott kéne lenni. Tehát nem tudatosan találkozunk emberekkel, nem tudatosan étkezünk, végezzük a dolgunkat, kezdünk el az adott esetben olvasni, közlekedünk, hanem úgy történnek velünk a dolgok. Tehát, hogy nem tudatosítjuk ezeket a dolgokat. Pedig milyen jó ezekbe a kisebb-nagyobb történésekben tudatosan ott lenni. Tehát például, ugye, hogy a hagyományaink szokták nekünk, vagy a hagyomány is fölfesi nekünk ezt a lehetőséget, utazás előtt szabad imádkozni. A pálosok azok szoktak imádkozni, mielőtt beszállnak, illetve mielőtt a sluszkulcs elfordul az autóban, vagy lehet, hogy egy kicsit utána is, de hogy szóval az utazások, illetve az elmenetelek kezdetén szoktunk imádkozni. Milyen jó, hogyha ezt tudatosan tudjuk végezni az életünkbe. De akár egy szentmise előtt, vagy egy szentmise után is szabad imádkozni, hogy tudatosan ott tudjunk lenni azon a szentmisén, és meg tudjuk köszönni annak a szentmisének esetleg a kegyelmeit. Szóval, hogy mennyire éljük át tudatosan az életünket, aminek tulajdonképpen ugye az a másik, vagy második, vagy hasonló jelentés, hogy mennyire vagyunk együtt Jézussal. Mert hogy ezekbe a tudatosításokba, ezekbe az ottétekbe, ugye szabad Jézus nevét bevonni. Jézusnak a nevében valóban nagy erő van. És akkor ugye itt vissza tudunk térni erre a történetre, az evangéliumi történetre, ahol is ugye valaki Jézus nevében űz például ördögöt. És talán ezek a történések az életünkben, ezek a tudatosan és Krisztusnak megtett gesztusok az életünkben, azt hiszem, valóban nagy erővel tudnak másokat is megmozdítani a saját életükben. Tehát példát tudunk adni. Észre sem vesszük azt, hogy egy-két apró tettünk
nem csak, hogy mennyire negatívan, hanem mennyire pozitívan is tudja befolyásolni a másik embernek az életét. Ugye az a bizonyos pohár víz, amiről szintén ugye az evangéliumi szakasz szól. Hányszor adhatjuk úgy az életünkben, hogy önkéntelenül adjuk másoknak a segítségünket, de ez egy harmadik emberre tesz komoly hatást, vagy gyakorol komoly erőt. Ugye nagyon érdekes, nem olyan régen szembesültem ezzel a dolog, ami bizonyos szempontból egy kicsit olyan, hát kézenfekvőnek látszik, és lámlán mégsem az, főleg akkor, amikor ez a történet úgy személyesen úgy engem ért. Tegnap itt volt egy házasságkötési szertartás itt a templomban, és a kicsiségével együtt, meg a meghittségével együtt valóban hatalmas erővel hát lepett meg engem is, hogy így mondjam, meg hát az itt lévőket is. És olyan fantasztikus volt ez, amikor kívülállók, tehát nem vallásos emberek, fiatalok például erről tanúságot tudtak tenni. Tehát, hogy itt valóban történt valami, hogy az itt történt dolgoknak tétje volt. Apró dolgokról, apró gesztusokról van itt szó, és ebben ott van a Jézusnak az ereje, ott van a Szentléleknek a működése, hogyha ugye benne visszük végbe ezeket a dolgokat. Legyen ez az érzékszerveinknek, vagy a képességeinknek, lehetőségeinknek a használata, vagy legyen ez az, hogy a cselekedeteinket tudatosítjuk, előtte, utána imádkozunk, vagy hogyha az életünk számtalan dolgát visszük végbe. Megnyilatkozik benne a Szentlélek, megnyilatkozik benne az Isten, és ez igenis hatással van másokra. Nagyon különleges és nagyon magával ragadó, talán itt a szó nem is jó, ugye mindaz a példaadás, amiben maga Jézus Krisztus von be minket, éppen az oltári szentség által. Nem olyan régen meghívtak egy közösségi házba, a Lácz Albert közösségi házba, ahol egy közösség ma nekhez kapcsolódóan egy kis kiállítást nyitott. És hát ugye az ember ilyenkor kicsit úgy bizonytalan volt, hogy vajon milyen modern művészi alkotásokkal fogok majd ott találkozni, amihez nekem majd hát szépeket meg okosakat kell mondani, de hát ez a közösség, ez bizony semmi mást nem festett meg a tagjai által az eukarisztiával kapcsolatban, mint Jézus Krisztust. Hát hogy erről van szó. Tehát, hogy az oltári szentségben Jézus Krisztus van, és az oltári szentségben Jézus Krisztus magát adja nekünk. Magával kínál meg minket. Egy akar velünk lenni. Tehát talán, hogyha ezt át tudjuk élni minden szentmisében, hogy mi nem vagyunk egyedül, és hogyha ezért valóban áldozatot tudunk hozni az életünkben, akkor valóban Jézus felé tudunk közelebb jutni. Jézushoz tudunk közelíteni, és hozzá egyre közelebb jutni. Nyilván ennek megvannak a maga tehát nyilván ez áldozathozatallal megy. Jézus Krisztus áldozatot hozott értünk, egészen a véreontásáig ment el, és adott esetben mi úgy tudjuk követni őt, az eukarisztiában részesülve, az eukarisztiára gondolva, annak a lényegét igazán átélve, hogy mi is áldozatként adjuk magunkat másokért, Jézus Krisztusért. Talán jó, hogyha ezt nem felejtjük el a hétköznapjainkban. Jó, hogyha így tudunk áldozni, így tudjuk magunkhoz venni a Jézust az oltári szentségben, hogy őt magát kapjuk, áldozatként kapjuk, és a saját áldozatvállalásunkra egy fölkészítést kapunk ebben az eukarisztia vételben. Ez is egy lehetőség Jézus Krisztus felé, ez is egy különleges, szó legnemesebb értelemben vett eszköz, amivel Jézus Krisztus saját maga által, saját magához visz minket. Fogadjuk el ezt tőle, és
tudjunk odafigyelni a hétköznapokban rá, hogy minél teljesebben legyünk benne és vele együtt. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Könyörögjünk testvéreim mennyei Atyánkhoz, hogy gazdagon árassz el szívünket kegyelmi ajándékaival. Add, Urunk, hogy egyházat pásztorai, a püspökök, a papok és a szerzetesek az egész világon az igazságosság bátor hirdetői legyenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy a szociális igazságosság és szeretet az egész földkerekségen érvényesüljön. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ébreszt fel a jólétben élő népek lelki ismeretét, hogy segítsenek a szegényebb nemzeteken. Kérünk téged, hallgass meg minket. Óvd meg híveidet attól, hogy életükkel bárkit is megbotránkoztassanak. Add, hogy az anyagi javakért való fáradozás közben se feledkezzünk el örök célunkról. Hálatelt szívvel köszönjük, Urunk, hogy szeretsz minket. Áldott légy, mert feláldoztad magad értünk, és hogy testeddel és véreddel táplálsz bennünket. Köszönjük, Urunk, ezt a szép napot. Légy ma asztalunk vendége te is, és kérünk, maradj velünk életünk minden napján. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ne engedd, hogy az oltári szentség nélkül távozzunk el e földi létből. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, az elvándorlók és menekültek életét. Mindenható Istenünk ad, hogy a földi javakat úgy használjuk, hogy lelkiekben is gazdagodjunk, Krisztus a mi Urunk által. Atyám, kegyelmes!
sem fogad. Hincs le ránk szent malasztodat, s fordítsd el tőlünk haragod. Ó, Atyám, kegyesen fogad, hincs le ránk szent malasztodat, imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Add meg nekünk, jóságos Istenünk, hogy ez az áldozat kedves legyen előtted, és fakadjon belőle számunkra minden áldás forrása, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt, majd föltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád, Atyához az égbe szállva kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. És a földet, hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk föl neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen szolgáddal, Ferenc pápánkkal, László főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Úrunk, szolgáidról, Bálintról és családjáról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot fölajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádi apostolaidról, Linus, Klétus, Kelemen, Sixtus, Kornél, Ciprián, Lőrinc, Krizogónusz, János és Pál, Kozme és Damján vértanúidról, és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre ad, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogad megengesztelődve ezt az áldozati adományt,
tőlünk szolgáitól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletemértó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletreméltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért Istenünk mi a te szolgáid és a te szent néped fiadnak Krisztus Úrunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból fölajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod, Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséged színe elé, hogy mi, akik erről az oltáról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk.
Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hitjelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik, és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk és bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bűnségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcelinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Ceciliával, Anasztáziával, első remete Szent Pállal, rendünk pátriárkájával, boldog ősébatyánkkal, Szent Imre herceggel és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük irgalmadból mégis, bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat, mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg, és adod nékünk. Ő általa jő vele, és ő benne hat tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen Isten baránya,
szed a világ bűneit, adj nékünk békét. Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Fehér Szent Ostjában Jézus, te vagy jelen, hiszek, bízom benned, imádlak, szeretlek, bánom, hogy szívedet bűnökkel sebeztem, jó leszek ezen túl, jöjj hozzám, légy velem. Kitárom szívemet, térj be hozzám, kérlek, oly nagyon akarlak szeretni én téged. Jézusom, melegíts szívem szeretetre, hogy meleg lakásod legyen neked benne. Amen. Isten szeretetét arról ismerjük föl, hogy Krisztus az ő életét adta értünk, nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Elfogadod, Isten, igaz áldozatunkat, s a felajánlást mi oltárodra hoztunk. Elfogadod, Isten, igaz áldozatunkat, s a felajánlást tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben. Ne vess el engem orcád elől, és szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Elfogadod, Isten, igaz áldozatunkat, s a felajánlást mi oltárodra hoztunk. Add vissza nekem a te üdvösséged örömét, és készséges lélekkel erősíts meg engem. Hadd tanítsam meg a bűnösöket a te utadra, és az istentelenek majd megtérnek hozzád. Elfogadod, Isten, igaz áldozatunkat, s a felajánlást mi oltárodra hoztunk. Nyisd meg, Uram, ajkamat, és száma te dicséretedet hirdeheti. A töredelmes lélek az Istennek tetsző áldozat. A megtört és alázatos szívet, ó Isten, meg nem veted.
elfogadod, Isten, igaz áldozatunkat, s a felajánlást, mit oltárod hoztunk. Hozzám jöttél, Jézus, ég és föld királya, kicsi gyermekednek szegényes házába, hódolva borulok lábaid elébe, hittel, imádással áldásodat kérve. Köszönöm, Jézusom, hogy az enyém lettél, kérlek, hogy szívemben örök lakást vegyél. Maradj mindig nálam, ne hagyj el már soha, szeretlek, kincsem nincs, szívem adom oda. Könyörögjünk. Úrunk Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társas örökösei legyünk fiadnak, akinek halálát hirdetjük és vele együtt szenvedünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Imádkozunk a Pálostán szándékára, édes magyar hazánkért, szeretesi hivatásokért, a világ békért, a járvány elmúltáért. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Áld meg minket, Jézus, kik itt egybe gyűltünk, a te áldásodban kérünk legyen részünk, ajándékot közöd bőven vélünk, ne hagyj minket éveidet, szentség nélkül világból kimúlt. Szízanya, mennyei szép rózsa, boldog mennyországnak, drága gyöngyvirága, bűnösöknek édes szószólója, vigyázz rá!